Szeretettel köszöntöm következő vendégünket. Takács Péter Pestről jött hozzánk. Ő kulturális kreatív. Nem tudom, hogy ez mond-e nektek valamit, de utána lehet nézni a neten. És szociális vállalkozó. Hát szerintem ez is elég érdekes dolog. Erről sem szoktunk azért úgy minden nap olvasni az újságba. Azért Péter, egy mondatot mondj már erről. Igen, először is szeretettel köszöntök mindenkit. És amikor itt kérdezni szokták tőlem, hogy hogyan mutassanak be, akkor általában azt szeretném, hogyha csak annyit mondanak, hogy Takács Péter van itt. De mivel mindig szeretnek valamit mellé mondani a szervezők, ezért választom mindig ezt a két szót, vagy ezt a két megnevezést, mert ez általában kellően provokatív ahhoz, hogy az emberek, ha nem ismerik ezt a két fogalmat, akkor megpróbáljanak valahogy utána nézni. És a kulturális kreatív fogalom, az tulajdonképpen, ha majd valaki utána néz, vagy aki ismeri, azt tudja, az embereknek a tudatváltásával kapcsolatos újfajta gondolkodás és egy újfajta embernek a megjelenését takarja. Ezt az interneten egyébként meg lehet találni, rengeteg oldal foglalkozik ezzel a kérdésekkel, filmek és előadások tömege. A másik, a szociális vállalkozó pedig azért jó, mert egy olyan újfajta vállalkozásnak a minőségét takarja, amiről szintén keveset tudunk itt Magyarországon, hogy ma a világban a gazdasági vállalkozások között kezdenek olyanok megjelenni, és most már egyre nagyobb tömegben, akik nem azért vállalkoznak, hogy sok pénzt keressenek, hanem azért, hogy a környezetükben szociális változásokat hozzanak létre, mégpedig gyógyító módon hozzanak létre szociális változásokat. Tehát egy hagyományos vállalkozási eszközökkel létrejött vállalkozásról van szó, ahol mindenki rendesen megkapja a fizetését, de a nyeresége a vállalkozásnak az a gyógyító hatás, amit a környezetükben elérnek az emberekben, az emberek közösségében, akár a természeti világokban is. Röviden talán ennyi. Hát nagyon köszönöm, hogy elmondtad, mert én is ilyen kulturális kreatívnak érzem egyébként magam. Az is vagy. Meg akár szociális vállalkozónak az is. Az is, igen. Mert pontosan ezért történik ez a rendezvény is. Úgyhogy, de miután a mi témánk most kicsit más irányba is mutat, mert ugye ahhoz, hogy ez a világ megvalósuljon, amiről itt most így kicsikét betekintést adtál, hát ahhoz fontos, hogy a gyerekeink milyen példát kapnak, és hogy hogyan látják meg, hogy mit tegyenek. Honnan tudják azt, hogy ő nekik, például ha ide beülne egy srác 17 évesen, hogy itt beszélnek nekem ilyenekről, hogy most legyek boldog, meg nem tudom mi, hogy miért jó az neki, és hogy hogyan, ő még ugye azt nem tudja, hogy amikor fölnőtt lesz, akkor milyen következményei vannak annak, hogy mi történik otthon és az iskolában. Igen. Hát most ezen a két dolgon kívül, amit a Timi az előbb mondott rólam, én közösségeknek a működésében dolgozom igazán, mint tanácsadó, segítek közösségeket, és így a sors úgy hozta, hogy sok iskolában is dolgozom, és az iskola működését, a tanároknak az egymással való munkáját próbálom segíteni, és hát ennek kapcsán nem csak a saját gyerekeimmel beszélgettem, hanem így az iskolában tanuló gyerekekkel is sokat beszélgettem így az életükről, a problémáikról, és azok a problémák, amiket ők ott elmondtak nekem, és amiket ott megtapasztaltam, azok nagyon erősen összefüggnek egyébként azokkal a gondolatokkal, amit az előző előadók és az így kialakult beszélgetésben említettünk, hiszen a legnagyobb problémája ma szerintem az oktatásnak, és az idősek számára pont ennek a hiánya az, ami a legnagyobb problémát okozza, az, hogy az ember ebben a sok feladatban, amit az élet ad a számára, és ebbe beletartozik az is, amiről itt pont a legutolsó előadáson beszélgetett, hogy boldognak kell lenni, meg ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, igazán nem találja az értelmet. Tehát, hogy nem tanítják meg az embernek fiatalon azt, hogy miért legyek boldog, mi a célja annak, amiért én élek, és annak a sok szenvedésnek, tanulásnak, fejlődési igénynek, amit a sorshoz elém, hogy annak van-e egyáltalán értelme, és mivel nem mondjuk meg a gyerekeinknek, és nekünk sem mondták meg, hogy mi az értelme, ezért értelmetlennek látjuk. És ha valami értelmetlen, akkor az emberben hiába van erő, nem fejt ki erőt annak a megoldására, vagy azzal kapcsolatban, így aztán tényleg az emberek értelmetlenül életben élik le az életüket,
és így meghallgatnak egy előadást, hogy hát tényleg milyen jó lenne boldog lenni. Na de mi a fenének egy boldog? A boldogság önmagában az egy cél. És hát így aztán az egyik iskolában volt először az, hogy fölkértek arra, hogy na akkor próbáljuk beszélni arról, hogy mi az értelme ennek az egésznek. Gyerekeknek? Igen, diákoknak kellett beszélni. Ezek felső tagozatosú diákok voltak. És hát muszáj volt összeszedni a gondolataimat, hogy ugye diákoknak hihetetlenül nehéz. Tehát azért az más, mint amikor az ember felnőttek. Sőt, középiskolásoknak. Mert én meg középiskolásoknak is beszéltem, és egyszerűen körülbelül 40 percig teljesen be voltak zárva. Igen, na, tehát ez a másik. Az volt a legnagyobb, hogy egymásnak kacsingattak, még nevettek teljesen máson, és egyetlen mondat volt, amit elmondtam, hogy én elfogadtam, hogy ők be vannak zárva, de mondtam, hogy akkor sajnos hiába beszélek hozzájuk, mert nem jut el hozzájuk, és akkor kezdtek el megnyílni. Hát nyilvánvalóan egy egészen más módon kell megközelíteni a fiatalokat, mint a felnőtteket, de végül is ugye az én számomra először meg kellett fogalmazni saját magamnak is azt, hogy hogy lehet átadni valakinek az egésznek az értelmét, és talán ahhoz a gondolathoz csatlakoznék, amit itt a hozzászólásában az úr említett, és gyakorlatilag ezzel volt kapcsolatos. Hogy ha nem tudjuk megértetni az emberekkel, hogy az egész világfejlődés az egy folyamat, és ugye ennek a folyamatnak volt eleje és vége, és van valamilyen értelmes célja az ember számára, akkor soha az életünkben semmilyen cselekedetünknek nem lesz értelme. És ha megértem, hogy van egy világfejlődési folyamat, akkor nekem, mint szabad embernek a Földön két lehetőségem van. Vagy csatlakozok ehhez a folyamathoz, és akkor ennek a folyamattal együtt haladok, és minden olyan feladatot, amit a folyamat végén, esetleg sok-sok millió év múlva majd egyszer el fogunk érni, annak az érdekében teszek, vagy nem csatlakozom hozzá. Ezt mindenki szabadon eldönteti, és lehet bezárkózni, lehet tagadni, lehet nem spirituálisnak lenni, vagy nem ezotorikus, minden szabadon lehet csinálni, de a döntés az arról szól, hogy ezért a folyamatért teszek, vagy ezzel a folyamattal szemben teszek. Tehát magyarul megakadályozom az embereket annak a folyamatnak a beteljesítésében, amit mondjuk a teremtő erők valamikor egyszer célú tűztek ki az ember elé. És ha az ember ezt megérzi, ezt az egészet, akkor ezt valahogy úgy lehet elképzelni, és ezt próbáltam a gyerekeknek itt, hát nem így, ahogy most elmondom, mert itt az idő rövid, elmondani, hogy én, mint egy trolibusz, vagy egy villamos, csatlakoztathatom az áramszedőimet ehhez a világfejlődési folyamathoz. Attól a pillanattól kezdve az életemben minden egyes eseménynek értelme lesz, akár most jó vagy rossz, tehát itt a legsúlyosabb tragédiának is, ugye az lesz az értelme, hogy ez valamit vár tőlem, hogy fejlődjek, több legyek, hogy tudjak ebben a világfejlődési folyamatban tovább haladni és tenni az ember érdekében. Míg ráadásul ezen az áramszedőn keresztül ilyen éltető erők áramlanak bele az emberbe, és mondhatnám úgy is, hogy az emberi egészségnek az első számú forrása az ez. Tehát aki lekapcsolja az áramszedőit erről a folyamatról, aki nem hajlandó kapcsolódni a világfejlődési folyamathoz, az automatikusan beteg lesz. Előbb-utóbb elapadnak az életerői, mert az életerők azok innen jönnek. Aztán persze a betegségének a tünetei azok már minden más dologgal összefüggnek, de az, hogy valaki telve van életerővel, és minden kihívást, amit az élet elé állít, azt azért tesz, harcol és fejlődik és megy előre, az azért van, mert összekapcsolódott a világgal. Aki erről lekapcsolódik, az kedvetlen, szomorú, boldogtalan, mindig beteg, betegségekkel küzd, és soha nem fogja megérteni, hogy miért ilyen idézőjelben véve szerencsétlen az élete. És ezt így elmondtad a gyerekeknek? Hát most tényleg nem így, de szóval erről próbáltam beszélni, és inkább egy ilyen beszélgetés formájában. És ami a megdöbbentő... És ők hogy reagáltak? Teljesen azt mondták, hogy így van. Tehát ugye azt kell mondanom, és az én tapasztalatom az, hogy ma a gyerekek úgy születnek, hogy ezt tudják. Így aztán van, tehát csak nekünk vannak feladataink, kemény, fölzárkózni. Kemény munkával nevelik le a szüleik és a tanárok arról, hogy ezt a tudást, ezt elfelejtsék, és a helyére valamilyen teljesen abnormális tudást és anyagot tegyenek, ami hihetetlenül nehéz. Aztán ebben ugye a gyerekek belebetegszenek, és elkezdenek menekülni a világból, menekülnek mindenféle kábítószer, alkohol, számítógép, virtuális világ, mindenhova elmenekülnek, mert ezt nem akarják. Ők érzik, hogy ők nem erre születtek, de hát ezt tömjük beléjük, erről beszélünk, és ha
ha ezt csináljuk, akkor nyilván egy fiatal ember, aki a 21. században másra születik, az megpróbál ebből kimenekülni, mert a szüleit azért mégiscsak annyira szereti, hogy nem mondja neki azt, hogy te teljesen hülye vagy, és akkor inkább menekül. Hát gyakorlatilag ez az első és legfontosabb szerintem, amit ma a felnőttek világának, és ezt a tanuláson és a tanításon keresztül meg kellene adni a gyerekeknek. És akkor most így mit tudunk mi mondani, hogy hogyan lehet ebbe az irányba változásokat elindítani? Hát úgy, hogy mi magunk először elkezdünk megváltozni, hiszen mi tanítjuk a saját gyerekeinket. Tehát amit én nem tudok, azt nem tudom neki átadni. Azt még lehet mondani, hogy nem tudom, és ezért legalább hagyom őt olyannak maradni, amilyen te vagy. És nem próbálom a saját képemre nevelni, mert ugye a második dolog az az, hogy igazán azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy az, amit én gondolok, az a jó, és nem engedem nyitottá válni a másik embernek a gondolatai, a máshonnan felé áramló gondolatokra, és talán ez a második, amit igazán adhatnánk a gyerekeknek, ha mi már nem tudjuk, legalább azt a fajta nyitottságot, hogy mondjam, azt az elfogulatlanságot a másik gondolatával szemben adjam meg neki, hogy megértse, hogy a világ az gyakorlatilag a sok-sok ember sok-sok gondolatából épülhet fel, és hogy ő abból tanulhat, ő neki szüksége van a többi embernek a gondolatára, mert ő egyedül nem tudná megismerni a világot. Most ezzel szemben ugye mit tanítanak a felnőttek a gyerekeknek az iskolában is, meg többnyire sajnos otthon is, ugye tisztelt a kivételnek, azt, hogy én tudom, én megmondom neked, hogy mit kell csinálni, és mindenki más, aki más gondol, az hülye. Hát gyakorlatilag ez az egoista hozzáállás, hogy csak az én gondolataimba helyesek, ezek olyan mértékben tönkreteszik ezeket a gyerekeket, hogy egyszerűen hát beteg felnőttek lesznek. Ugye nézzük meg, hogy degeneratív világban élünk, a betegségeket is degeneratív betegségnek hívják, mert ettől az egésztől, hogy értelmetlennek látunk mindent, és nem vagyunk hajlandóak nyitottak lenni a világra, gyakorlatilag degenerálódik a világunk. Minden esetre, hogy az a szomorú helyzet van, hogy mivel egyre inkább az egész oktatás a számítógép irányába és a digitalizás irányába megy el, ezért ugye nem csak a gondolkodását veszíti az ember, és ez egy nagyon fontos dolog, hanem az érzéseinek, az érzelmi világának az irányítását is átadja a számítógépnek. Elég csak megnézni egy gyereket, aki leül játszani, és 5-10-15 perc múlva olyan mértékben átadja magát az egésznek, hogy mindent, ami benne a lelkében megjelenik, öröm, bánat, minden, azt mi egy elektronikus rezgéstömeg határoz meg. Egy olyan dolognak adja át az érzelmeinek az irányítását, ami nem emberi. Amikor ő ott abban a játékban, vagy bármiben, amit csinál, érzéseket érez, azt egy elektronikus rezgés hullám határozza meg, és azért elég furcsa az, hogy egy ember a saját emberi érzéseit, az érzelmi világát önként szabadon átengedi egy rezgéstömegnek, egy digitális programnak. És a harmadik, ami a legszörnyűbb ebben az egészben, hogy még az akaratára is hat az embernek, hiszen a moralitását a számítógép határozza meg. Megint egy olyan rendszer, amiben nincs morál. Mert amikor én olyan játékot játszom, hogy az a dicsőség, hogy ma 140 helyett 150 embert tudtam megölni, és ezért jutalmat kapok, az egy morális lecke a fiatal ember számára, aki ott ül a számítógép előtt, és azt tanítja számára ez az elektronikus rezgés, hogy te akkor vagy sikeres és jó, ha minél több embert ölsz meg. És az szépen azáltal, hogy beleengedem magamat, engedem, hogy elnyeljen a számítógép engem gyakorlatilag, a gondolkodásomat átveszi, elkezdi irányítani az érzésemet, és elkezdi irányítani a morális életemet, sőt az akaratomat is, mert nem véletlenül halnak meg gyerekek a számítógépek előtt. Tehát, hogy az tömegesen van olyan hír, hogy a szülők elmennek mit tudom, 2 napra valahol, és akkor hazajönnek, akkor a számítógép előtt a székről lefordulva ott van a gyerekük, mert amikor én átadom magamat ennek a virtuális világnak, abban nincsen éhségérzet, meg szomjúságérzet, meg nem kell kimenni a mosdóba, és ha kellő hosszú ideig elveszítem a saját öntudatomat, és azt átadom másnak, akkor egyszer csak meghalok. Tehát, hogy ha nem képes az oktatás ma a gyerekeknek azt az erőt megadni, hogy mikor kell neki azt mondani, hogy mostantól tovább már nem, se a gondolataimat, se az érzésemet, se az akaratomat nem adom át ennek a rendszernek, akkor gyakorlatilag be fogja szippantani őket ez a világ. Tehát ha valamit ma a tanároknak meg kellene tanulni, az az, hogy hogyan tudom én a gyerekekben azt az erőt kifejleszteni, hogy ez a világ ne szippantsa be őket.